Ebben a mostani videóban az öregedés lassításáról lesz szó, annak megértéséről, hogy miért öregszünk és mit tehetünk azért, hogy a folyamatot lelassítsuk. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. Nézzük meg először is az oxidáció folyamatát. A mitokondriumok a sejtjeinkben az energiatermelő egységek és a működésükhöz oxigénre van szükség, akár csak egy szénerőmű esetén, amely ugye energiát termel, mert ugye az égés csak oxigén jelenlétében mehet végbe. Ahogy az erőműnél termelődnek mellékanyagok, például a füst, ugyanúgy termelődnek a testünkben is melléktermékek, oxidáló anyagok, amelyeket szabad gyököknek is nevezhetünk. Ezeknek egy része hasznos, mert a testünk fel tudja őket használni például a baktériumokkal szembeni védekezéshez. Ha túl sok szabad gyök keletkezik, az viszont károsíthatja a sejteket, ami szélsőséges esetben sejtburjázáshoz vezethet, tehát daganatos betegség alakulhat ki belőle. Az egyik legrosszabb dolog, amit a szabad gyökök véghez visznek, az a fehérjék károsítása, amelyekből úgynevezett fejlett glikációs végtermékek jönnek létre. Ezek a hibás fehérjék nem távoznak a testünkből, az idő előre haladtával felhalmozódnak és különböző eltömődéseket okoznak. A szervezetünkben rengeteg betegségnek a hátterében ők állnak. Leegyszerűsítve ez maga az öregedés, tehát az idő előre haladtával a testünkben lévő fehérjék károsodása a szabad gyökök által. Az oxidációs folyamatot pozitív irányba úgy mozdíthatjuk el, hogy egyfelől serkentjük a testünk által termelt antioxidáns vegyületek termelődését, másfelől magas antioxidáns tartalmú ételeket, italokat fogyasztunk. A saját testünk által termelt legerősebb antioxidánsok a melatonin, a glutation, a kataláz és a szuperoxid dizmutáz, de mások is vannak. A melatonin termelődését az alvással tudjuk leginkább serkenteni, tehát az alvás a leghatékonyabb öregedés lassító. Úgy is felfoghatjuk az életünket, hogy minél kevesebbet alszunk, annál gyorsabban használódik el a testünk, annál gyorsabban öregszünk. A melatonin csökkenti az egyik fő oxidálószert, a hidrogénperoxidot a szervezetünkben, melyből kisebb mennyiség hasznos, de ha túl sok van belőle, az nem túl jó hosszú távon. A glutation termelődését a magas kéntartalmú ételek fogyasztásával tudjuk serkenteni, mint például a fokhagyma vagy a hagyma, aztán a magas C-vitamin és szeléntartalmú ételekkel, illetve ott vannak a természetes glutation tartalmú ételek is, mint a zöldszínű vagy keresztes virágú zöldségek, és bevethetjük az egyik legerősebb glutation serkentőt, a mária tövist is, melyből a legjobb a magörlemény, tehát a mária tövis magjának az őrölt változata. A szuperoxid dizmutáz, rövidítése az SOD, egy enzim, mely minden élő sejtben jelen van. Ugye mivel enzim, tudjuk, hogy az enzimekhez nyomelemek kellenek. Ennek az enzimnek a termelődését a rész és a cink bevitelével tudjuk hatékonyan serkenteni. Illetve nagyon jó SOD növelők, a gabonacsirák és füvek, mint a búzacsira, az árpafű vagy a búzafű. A következő hatékony módszer, mivel fokozhatjuk a testünkben a saját antioxidánsok termelődését, az a rendszeres edzés, mozgás, és itt a hangsúlya rendszeresen van. Amikor kifejtünk erőt az izmainkkal, futunk vagy úszunk, a testünk rengeteg szabad gyököt termel, amelynek károsító hatása van, azonban ha a mozgást rendszeressé, folyamatosá tesszük, a testünk képessé válik arra, hogy ezeket a szabad gyököket hasznosítani tudja, például a vírusokkal, baktériumokkal szembeni védekezéshez. Ez maga a rendszeres testmozgásból fakadó egészségnek a lényege, azaz, hogy a test a saját maga által a rendszeres fizikai tevékenység során termelt szabad gyököket megtanulja felhasználni védekezéshez, immunerősítésre, a sejtek állapotának javításához. Aztán igen hatékony módszer a saját antioxidánsok termelésének fokozásához, serkentéséhez az időszakos böjtölés is. Az időszakos böjtölés lényege, hogy egy hosszabb ideig nem eszünk, például 18-22 órán keresztül nem viszünk be, vagy csak nagyon kevés kalóriát, sem ételekkel, sem italokkal, azaz csak naponta mondjuk egy 3-4
4-5 órán keresztül étkezünk, majd a nap további részében nem fogyasztunk kalóriát. Ezt a néhány órát, amíg étkezünk a nap során, étkezési ablaknak nevezzük, ilyenkor bármennyit tehetünk. A bőjt alatt a testünk rengeteg különféle antioxidáns vegyületet termel, fokozódik az autofágia a testünkben, amelynek lényege, hogy önemésztődnek a nem kívánatos, káros, hibás sejtek, azaz a testünk eltávolítja, jobban mondva átalakítja, hasznosítja őket. Az autofágia során a testünk képes eltávolítani a korábban említett hibás fehérjéket is, tehát rengeteg időskorral járó probléma esetén tapasztalhatunk meg pozitív változást a hatására. Az időszakos bőjtölésről több videóban is beszéltem, keresd rá a keresőben. Ezek voltak a saját antioxidánsok, most nézzük meg, hogy külsőleg milyen antioxidánsokat alkalmazhatunk, melyek a legmagasabb antioxidáns tartalmú ételek. Először is a bogyós gyümölcsök tele vannak antioxidáns vegyületekkel, a fekete bodza, a fekete berkenye, a málna, homoktövis, az áfonya, a tőzegáfonya, az eper, a goji bogyó. A következő ételcsoport a fűszerfélék, melyek közül a legerősebbek a szegfűszeg, az oregano, a fahéj, a kakukkfű és a kakaó. Bevihetjük őket ételekkel, gyümölcs turmixokkal, kivonatként kapszulában, tablettában, olajokban, cseppekben. Sok antioxidáns tartalmaz, így kiváló az öregedés lassító diétához a trifala, ez egy három összetevős indiai fűszerkeverék, a gyógygombák, a szőlőmagörlemény, a szömörce, a cirok, a mangosztán, a magvak között pedig a pekándió. Rengeteg antioxidáns van az olyan koncentrált ételekben, superfoodokban, mint a virágpor, a méhpempő vagy a mikroalgák. A vörös algákban lévő asztaxantin a top 3 ismert ember által is fogyasztható legerősebb antioxidánsoknak az egyike. Tehát még egyszer összefoglalva, a fő öregedés lassító ételcsoportokat, a bogyós gyümölcsök és gyümölcslevek, a fűszerek, a gyógygombák, a szőlőmag, a szömörce, a cirok, mangosztán, pekándió, virágpor, a méhpempő és az asztaxantin. Harmadik lépésben pedig nézzük meg, hogy melyek azok az ételek, amelyek leginkább hozzájárulnak az oxidációhoz a testünkben, így végeredményben gyorsítják az öregedésünket. Először is a cukor és minden, ami cukorra alakul, tehát a gabonaételek, burgonya, a rizs, a tészták, a sütemények, a gabonapelyhek, a fagyi, a szirupok, az édes gyümölcsök, mint a szőlő, barack vagy a narancs. A cukrok turbó romboló fokozata a már említett glikáció, ez akkor jön létre a testünkben, amikor olyan főtételt eszünk, amely szénhidrátot és fehérjét is tartalmaz, vagy szénhidrátot és zsírt. Ugyanis ilyenkor leegyszerűsítve az történik, hogy a cukrok hatására olyan fehérjék jönnek létre nagy számban, amelyeket a testünk nem tud hasznosítani, ezek a már említett fejlett glikációs végtermékek. Ezek a tipikus ételeink, amelyek garantálják a gyors öregedést, mint a pörkölt garuskával, a rántott hús burgonyával, bolognai spagetti, sült hús rizssel, a fagylalt, a fagyi ugye szénhidrát és zsír, a pizza, hamburger vagy éppen a kínai ételek többsége, melyek tele vannak keményítővel, ami ugye cukor és nátrium glutamáttal. Komoly oxidációt okoz a testünkben a vas is, tehát ha például multivitamin készítményt vagy vas készítményt szedünk, a szintetikus vas tartalmú készítményeknek, tabletták, kapszulák erős szabadgyökserkető hatásai vannak. A vasat ételekből pótolhatjuk, jó vasforrások a májételek, a cékla, a búzafű, a goji bogyó és a vörös húsok. A túl sok omega-6 zsírsav is fokozza az oxidációt a szervezetünkben, tehát öregedés gyorsító hatású. Rengeteg modern feldolgozott ételben, ott van a napraforgó, a kukorica, a szójaolaj. Az éttermekben, a gyors éttermekben és a boltokban szinte minden, ami sült és sárga a színe, az ide sorolható. Hagymakarika, chips, sült krumpli, bundás kenyér, rántott hús. Helyettük együnk rengeteg halat, illetve pótoljunk omega-3-at, drágább halolaj, csukamájolaj készítményekkel, krillolajjal. További módszer az öregedés lassítására az a rendszeres kollagénbevitel, például kollagéntartalmú készítményekkel, amelyekből olyat válasszunk, amely többfajta kollagént is tartalmaz egyszerre,
Itt ajánlanám a figyelmetbe a Mandavita multikollagént, mely 4 forrásból tartalmaz 5 fajta kollagént, van benne 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös és 10-es típusú kollagén is. És végül lassíthatjuk az öregedésünket a telomerek védelmével is. A telomerek a kromozómák végei, úgynevezett védősapkák, úgy képzeljük el őket, mint a cipőfűzőn a műanyag vagy a fém végeket, amelyek védik ugye a cipőfűzőt a kirojtosodástól. A telomerek ugyanilyen védelmet nyújtanak a genetikai anyagunk számára, tehát minél rövidebb ez a vég a cipőfűzőn, annál inkább megnő a betegségeknek a kockázata, és annál inkább közelebb kerülünk az életünk végéhez. A telomerek védelméhez és a visszaépülésükhöz az egyik legjobb anyag a cikloasztragenol, amit az astragalusból, vagy másik nevén a csütfűből nyernek ki és koncentrálnak. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit a témához, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásokba, hogy mások is tudjanak róla. Ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veletek!